Szakmai konzultációt szervezett a kis és közepes vállalkozások képviselői számára szeptember 15-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Salgótarjánban. A rendezvény fő témája a 2021-2027-es vállalkozásfejlesztési uniós forrásokkal kapcsolatos információk átadása volt. Erről tartott rövid előadást a rendezvényen Dobos Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. A KKV Roadshow célja, hogy a 2021-27-es uniós programozási időszak fejlesztéspolitika elképzelései kapcsán a lehető legtöbb vállalkozóval egyeztethessünk, elmondjuk, hogy mi hogyan tervezzük a következő időszak forrásait, ők pedig erre visszacsatolhassanak, elmondhassák eddigi tapasztalataikat, illetve várakozásaikat. A következő uniós pénzügyi ciklusban változnak a KKV-kat érintő támogatási programok fő irányai és célkitűzései is. A prioritást a hozzáadott érték növelése és a termelékenység növelése élvezi, tehát olyan támogatási felhívásokat szeretnénk meghirdetni, amelyek ezt a célt szolgálják, tehát hogy a vállalkozások minél termelékenyebbek legyenek és minél magasabb hozzáadott érték felé tudjanak elmozdulni. Igaz ez a KKV-k széles körére, illetve célzottan tervezünk támogatni a kiemelt növekedési potenciálú vállalkozásokat. A szakmai esemény egy nem nyilvános vállalkozói beszélgetéssel zárult.